A járvány kitörése alapvetően nem tudta elrontani a szekszárdi szabadidős kerékpáros ese tiszta felkészülési időszakát, mert az erőgyűjtés jelentős részét már március közepéig alapvetően elvégezték. Még egy mediterrán edzőtábor is belefért. Még február végén még voltunk Makarszkán horvát tengerparton edzőtáborozni, akkor még csak kialakulóban volt itt Európában a járvány, úgyhogy semmilyen akadályban nem ütközött az edzésmunkánk. Amikor hazajöttünk, akkor viszont két hét alatt kiderült, hogy sajnos versenyeket nem lehet megrendezni. Március 15-eiben még a Szakály Tamási, az a Tolna megyei hegyi bajnokságban még hittünk, hogy az sikerül, de azt az utolsó előtti napon lemondták, tehát a Tamási önkormányzat nem járult hozzá, és ezért igazándiból el se indult a magyarországi versenyszezon. Ilyenkor már túl volt az országúti szakág a szokásos Szekszárd-Bonyhád térségbeli idényitón, és beindult a versenyszezon. Az SSK esélynél bánják ezt a mostani bizonytalanságot, mert az előző szezon közepe vége felé már jöttek a bíztató eredmények több korosztályban is. Forró Lajos is a legközelebbi versenyen hosszú hetényben már megnyerte a korosztályos, tehát magyar bajnoki dobogósokat is megvert ezen a versenyen, egy hegyi körpályás verseny volt, úgyhogy az a legnagyobb szám ebbe, hogy ő a címét is megvitte, mert 18-ban is ő nyerte azt a versenyt. Tavalyi könyöksérülése bizony visszavetette a munkában a fiatal szekszárdi tehetséget, ki kellett hagynia egy hónapot, ami rányomta bélyegét a tavalyi évre. Így a maguk mögött hagyott télen a szokásosnál is keményebben alapozott. Így nem egy könnyen vette tudomásul, hogy versenyekre egyelőre még várni kell. Gyorsaságom azt nem mondanám, hogy kiemelkedő, inkább talán az állóképességem és a hegyeken vagyok jobb, a hosszabb emelkedők mennek jobban. A kis forró perspektívikus célt tűzött maga elé, U19-es versenyzőként 2021-re ott szeretné látni magát a hazai korosztályos ranglistán a legjobb öt között. Elég sok időt vesz igénybe az edzés, ugye, és hát meg a tanulás is elég sok időt vesz igénybe, de össze tudom egyeztetni a kettőt. A felsőfokú tanulmányok megkezdése miatt az SSK SE frontemberének, Schneider Sebestyénnek is alapvetően befolyásolta a tavalyi évét. Ám úgy tűnik, nála is megférhet az élsport és a tanulás, amit már 2020-ban, ha lesznek versenyek, szeretne önmagának és klubjának is bizonyítani. Hát tavaly ugye az érettségi környékén nem nagyon tudtam figyelni a kerékpározásra, de utána, mivel szerencsére jól sikerült az érettségi nyáron, már rá tudtam fogni a kerékpára, és rá tudtam a hangsúlyt fordítani, és már mi nem Szekszárd Egyesületben, de Budapest Egyesületben egész nyáron és az őszi szezonban azért tudtam jól edzeni. És most ugye így elkezdődött az egyetem nekem szeptemberben, így most pedig inkább így jobban visszavettem a kerékpározásból, de próbálom a csapatnak a tagjait segíteni mindenféle különböző edzés munkával, segíteni, tanácsokat adni. Versenyekre várva húsvét előtti nagyszombaton is elindultak a szekszárdi klub versenyzői egy komoly terhelésnek ígérkező edzésre. A Szekszárd Köles Gyöng Diósberény Hőgyész Szekszárd közel 100 kilométerét, a Gemenci Nagydíjnak is részét képező, domboldalokkal teli útvonal teljesítése több volt, mint szimpla kilométergyűjtés.